Hozott minden csíkszeredait csíkit a magyar szabadság napján. 174 évvel ezelőtt március 15-én rendkívüli dolog történt. Egy egész nemzet összefogott, és mint egy szimfonikus zenekar, csodálatos harmóniában összehangolva dolgozott a közös cél érdekében. Bebizonyította, egy közösség korszakalkotó változásokat tud elérni, ha hisz saját önmagában. Ritka pillanat ez egy nemzet, egy közösség életében, méltó a megemlékezésre, és kiváló lehetőség nekünk, hogy erőt merítsünk belőle a mindennapokhoz. Miért lázadt volna fel a pesti ifjú? Miért küzdöttek volna székely elődeink? Miért öntött volna ágyút Gáboráról, ha nem a béke, ha nem a szabadság, ha nem az emberi jogok, ha nem a magyar nép felemelkedése érdekében? Magyar népünk felemelkedésének záloga ma is a közösen vállalt küzdelem. Mit kívánt a magyar nemzet 1848-ban? Azt, hogy idegen hatalmak hazánkat ne sodorják idegen háborúba. Hogy magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. Azt, hogy a nemzet békében és biztonságban folytathassa fejlődését. Azt, hogy legyen felelős kormány, amely képes és tud felelősen dönteni. Ma, 2022 tavaszán, tanulva 48-ból, és tanulva a világháborúkból, és tanulva 56-ból, mindennél jobban kívánjuk ugyanezt. 2022 tavasza nem a kiszámíthatatlanság és nem a hazardírozás, hanem a bölcs és felelősségteljes döntések ideje.